katolikus Caritas, a plébániai Caritas munkát minden évben elismeréssel köszöni meg önkénteseinek, azoknak, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért. A Caritas Hungarica díjat idén nem központilag, hanem egyházmegyei szinten adták át Székesfehérváron is. Spányi Antal püspök, Caritas elnök, Burbela Gergely bicskei és Dózsa István fehérvári plébánossal mondott közös hálaadó szentmisét az önkéntesekért a Szent Imre templomban. A katolikus Caritas 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica díjat, ami azzal a szándékkal, hogy azoknak az önkénteseknek fejezze ki háláját és megbecsülését, akik a legtöbbet, a legpéldaértékűbb módon végezték a felebaráti szeretetet, a szeretett szolgálatot a rászoruló testvéreink irányában. Minden évben az egyházmegyei Caritas központok legfeljebb három önkéntest terjeszthetnek fel a díjra. Ezeket az önkénteseket általában a Caritas csoportok vezetői javasolják számunkra, és püspöki jóváhagyás után terjesztjük föl a díjazottak közé. A püspök a Caritas szolgálatról elmondta, hogy mindig különleges helyet foglalt el az egyház történelmében, majd felhívta a figyelmet a hitelességre, mert Krisztus tanítását a szeretet szolgálata hitelesíti. Van olyan része ennek a munkának, amelyben nekünk kell jelen lenni, és amelyben nekünk kell Krisztus szeretetétől sürgetve részt venni. A Caritas szolgálat önkéntesei ezt vállalják, mondhatom önkéntesként, de mégis professzionálisan, hiszen odaállnak egy-egy család mellé, odaállnak egy-egy ember mellé, hogy megosszák az ő magányukat, megosszák az ő ínségüket, és segítségükre legyenek mindenféle bajban. Társául szegődnek a családnak, az embernek, hogy megosszák az ő magányát, hogy ne legyen senki, akinek nincsen embere. A Szent Mise után a kitüntetést Spányi Antal elnöktől vehették át az egyházmegyei Caritas központ által felterjesztett karitászosok, akik a legpéldamutatóbb módon végezték szeretett szolgálatukat. Úgy gondolom, hogy ezért a Caritas önkéntes szolgálatnak, az önkéntes Caritas munkatársaknak hálával tartozunk és felelősek vagyunk azért, hogy őket ezzel megtiszteljük, elismerjük, köszönetet mondjunk nekik, úgy, ahogy ez ezen a mai napon is történik, hiszen szeretnénk a legkiválóbbakat kiemelni, és valamiféle elismeréssel az ő munkájukat nem kifizetni, de megköszönni szeretnénk. Hiszen az igazi jutalmat majd a jó Istentől kapják, hiszen az lesz az igazi jutalmuk majd, amit az égben kapnak mindazért, ami jót itt a Földön tettek. Szívből köszönöm a Caritas munkatársaknak, minden munkatársnak ezt a munkát és fáradozást, és külön is köszönöm és gratulálok azoknak, akik idén most megkapják a Caritas Hungarica díjat. Beck Tibor 15 éve önkéntes a Móri Szent Erzsébet Caritas csoportban. Példamutató családfőként, önzetlen, szociális lelkületű férfiként nagyon nagy segítséget jelent a rászorulók irányában végzett szeretett szolgálata. A Caritasba 15 éve léptem be, előtte is az egyházközség kötelékében segédkeztem, idestova 60 éve, és a feleségem már előtte belépett, és úgy gondoltam, én is megpróbálok mindenféle munkába segíteni, ahol a hölgyek azért nem tudnak, és nem olyan munkába segíteni, mint én. Így a kiszállításba és a felkutatásba segítkezek az emberekhez. A tevékenység olyan forrás ez, hogy az emberek látja, hogy a szegényebbek és a szívük megdobban, amikor olyan helyekre eljutunk, ahol még soha nem jártak, és úgy gondoltam, hogy én is megpróbálok ilyenben részesülni, és ez egy nagy megtiszteltetés és egy nagy öröm számomra. Pál Béláné 23 éve aktív önkéntes munkatársa a Székesfehérvár Öreghegyi Caritas csoportnak. Önkéntes munkájának fókuszában a beteg idős emberek állnak. Nagyon nagy örömmel hordtuk mindig a
csomagokat, ha volt ez a cukor, liszt, tészta, amikor hordtuk, és ezt várták, örömmel várták a családok, nem győzték köszönni, mi meg nem győztük mondani, hogy hát ez csak egy kis szeretet. És örömmel vettem mindig részt, vagy töltött el mindig, amikor a nálunk Karitásznál táborozó gyerekeket, gyerekekkel kirándulni voltunk, kirándultunk. Hát sok ilyen volna, én csak azt tudom mondani, hogy senki ne féljen a Karitász munkától, mert ez egy oda-vissza áramló, örömteli szeretet. Sági Ferencné a Bicskei Önkéntes Karitász csoport vezetőjeként a rászorulókért végzett szeretetszolgálat egyik sokoldalú megvalósítója. A közösségben rejlő erőt, a szaktudást fontosnak tartva szinte minden Karitász rendezvényen továbbképzésen jelen van. Szeptember 12-én alakultunk 2005-ben. Nagyon nagy volt akkor az EU-s élelmiszer program, ami itt zajlott az Egyházmegyébe is, és ez volt a célunk, hogy a nehéz sorsú családokhoz el tudjuk juttatni ezeket a csomagokat. Hát tanulóidőnk volt, mert igazán nem tudtuk, hogy merre induljunk, tehát mindent meg kellett szerveznünk, hogy ezt a feladatot el tudjuk látni. Hát 2012-ig ment az EU-s élelmiszer, a 35 családdal indultunk, és 372 volt a vége. Annyi családot tudtunk magunk mögött, és nekik adtuk az adományt. Azóta a templomi élelmiszergyűjtés, az adventi és a nagybőjt élelmiszergyűjtésből van élelmiszerünk, és azokból az adományokból, amit a Karitász házba behoznak. A főpásztor végül a Karitász munkatársaknak azt kívánta, munkájuk jutalmaként Isten békéjét érezzék mindig, amikor Krisztus nevében valakihez szólnak, meghallgatnak, vagy valakivel szeretetből jót tesznek.